Azonban éljünk, amely végre helyreállítja a jogállamiságot, hiszen köszönhetően a mellettem ülő párt képviselőinek Magyarország megszűnt jogállamnak lenni az elmúlt 8 évben, és tömegesen folynak koncepciós eljárások, folytak és folynak, több száz ember került önkényes bebörtönzésre, több száz ember személyes szabadságát sértették meg. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat, amelynek ügyvezetője vagyok, több tucat, több száz ilyen ügyet képviselt, és nyertünk meg ilyen ügyeket bizony legkeményebb ellenszemben, szélben is olyan kézivezéléses politikai ítéleteket éltünk meg, amelyek a legrosszabb rákosista időket idézték, és nagyon bízom benne, hogy ezen is változtatni fog az új hatalom, és például nem fogja engedni azt, hogy politikai foglyok üljenek jelenleg Magyarország börtöneiben, mert jelenleg is így van ez, úgyhogy ennek a mielőbbi megszüntetését azonnal is indítványozzuk. Hiszen ha igazi váltást, egy új váltást akarunk, ugye, mint hogy a politikai nyilatkozat is fogalmaz, ugye egy egészen egy nemzeti együttműködési rendszerről kíván beszélni a Fidesz, akkor nem tűrheti azt, hogy orvosatlanul maradjanak a kilőtt szemű emberek sérelmei, nem tűrheti azt, hogy a felelősök szabadlábon járkáljanak, akár üljenek a parlamentben, akár pedig a rendőrség vezetései sorában, és nem tűrheti azt sem, hogy azok az emberek, akik valóban jelenleg is még viselik a hátrányos következményeit politikai elítéléseknek, ezeket az embereket mentesíteni kell közkegyelem útján a következményektől. Jelentem ezúton, hogy ez irányban nem sokára rövidesen egy törvényjavaslat előterjesztésére kerül sor részünkről, de mindenek előtt természetesen indítványozni fogjuk egy olyan vizsgálóbizottság felállítását, amely a 2006 őszi, nem csak október 23-i, hanem 2006 szeptemberi tömeges jogsértések kivizsgálásával is fog foglalkozni, illetve a 2002 óta folyamatos politikai szabadságjogok, gyülekezési jog, egyesülési jog, véleményemelítési szabadság megsértésében kimerülő hatalmi jogsértéseket fogja kivizsgálni, és akkor már nagyon kíváncsian fogjuk várni, hogy mit fognak mondani a mellettem ülő párt képviselői, illetve azok a felelős vezetők, akik bizony kőkeményen felelősséggel tartoznak azért, amit akkor elkövettek. Tehát ebben a szellemben kérem és indítványozom tehát azt, hogy ezt az alkotmány módosítási előterjesztést vonja vissza a Fidesz, alakítsa ki a kormányzati struktúrát úgy, ahogy szeretné, illetve egy apró kérésem van, hogy ne nevezze alkotmányvédő hatóságnak, AVH-nak a Nemzetbiztonsági Hivatalt, mert ennek olyan hihetetlenül rossz konnotációja van, pláne itt a mellettem ülő párt képviselői közelében, hogy igazából nem szeretném ezt megélni. Úgyhogy én arra kérem őket, egyébként alkotmányvédelemre, azért ezt gondolom vannak kiváló alkotmányjogászok, Salamó László és sokan még a Fidesz soraiban, hát alkotmányvédelemre nem a Nemzetbiztonsági Hivatal szolgál, hanem az Alkotmánybíróság, illetve a történeti alkotmányosabb időszakban a vármegyék voltak a alkotmányvédelem pillérei. Tehát én arra kérem, hogy ezt mindenképpen módosítva terjesszék elő, úgyhogy ennek szellemében fogjuk a javaslatot majd vagy támogatni, vagy ellenezni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, képviselő úr, most folytatjuk az írásban előre bejelentett felszólalást.